Folytatjuk tovább a Nápolyit, és folytatjuk a beszélgetést Korsós Robival is, a Virágkuckók tulajdonosával, akiről most a kertészkedéssel kapcsolatosan kérdezek majd, teszek majd fel kérdéseket. Robi, igazából én csak a saját kis agyam után menve, általában ősszel, télen berakjuk mondjuk a levágott muskátlit, meg az összes többi olyan növényt, amit majd ugye tavasszal ki tudunk tenni. Ezt mikor kell megtenni, mert most elég vicces volt az időjárásunk. Hát nagyon sokan már előre gondolkodtak, illetve nem tudták már bent tartani a lakásba, és azok kitették teraszokra, illetve a balkonokra a növényeiket. Jó pár vásárlónk jött, hogy megfagyott nekik, mit tudnak ilyenkor csinálni, hát sajnos ilyenkor már ugye ezek kukák. Van egy-két növény, ami azért mínusz 5-6 fokig a károsodás nélkül megúszta, ilyenek a leanderfélék például. Én azt mondom, hogy mindenképpen nézzük az időjárás jelentést. Úgy láttam, hogy már jövő héttől nem mondanak éjszakai fagyokat, de aki még nem tette ki, még egy hetet körülbelül várnék, és utána pakolnám ki a teraszokra ezeket a növényeket. Én most csak a muskátit említettem, meg te mondtad a leandert, van még olyan, amit így el szoktunk teleltetni? Természetesen az összes trópusi növény ilyen, tehát most már egyre több háztartásban van citrusféle, citrom, mandarin, narancsfa, amit ki lehet tenni, a banánfélék szintén átteleltetősek, és azokat is ki lehet tenni. Trópusi növények közül a, hát most mondhatom, mert kertészeti műsor, tehát a mondevilleák, szundevilleák, tehát ezek a futó növények, ilyen rózsaszínes kis tölcséres növények, tölcsér jázmin például, ami szintén teleltetős növény, ezeket mind már ki lehet majd pakolni, illetve a szobanövények is egyik másik a kitehető tavasztól őszig szabadtérben. Ezeknél azt szoktuk javasolni, hogy amint lehet, pakolják ki, ugyanis ilyenkor még a napsugárzás annyira nem éri a leveleket, tehát nem fog megégni. Ha most ezt május végén, június elején rakják ki, akkor nagyon sokan jönnek olyan panaszokkal, hogy barna foltok vannak a levélen, ez ugye a napperzselés hatása, akkor már nem tud úgy felkészülni a tűző napra. Ilyenkor még azért egy védőréteget képez a levél felületén, és akkor a nagy nyári napsugárzásoknak is ellen tud állni a növényünk. Nem tudom, hogy majd megmondod, hogy jól csináltam-e. Én már felhoztam őket, egy kicsit ilyen védettebb zugot találtam, ahova leraktam, és én egy az egybe elkezdtem lenyesni, tehát ilyen nagyon rövidre hagytam csak a tövét szinte, és most már gyönyörűen jönnek rajta a levelek, néha locsolgatom, jól csináltam? Jól csináltad, még ilyenkor azt kell tisztába tennünk, hogy a tavalyi földben van-e, mert ugye a régi öregek azt csinálták, hogy kivették a földből, föllógatták, úgy teleltették, és ilyenkor tették bele a friss földbe. Hogyha ez még a tavalyi földje, akkor érdemes minél hamarabb átültetni, hogy friss földbe kerüljön, mert amikor már elkezd virágozni, amikor már ugye a nagyobb levél tömeg előkerül ugye a növényre, akkor már meg fogja sínyleni az átültetést. Tehát ilyenkor friss földet. Amennyiben nem akarod átültetni, akkor viszont nem mondom most ki a vegyszernek, illetve a műtrágyának a nevét, de bármelyik mezőgazdasági boltba, ha bemennek, van egy olyan granulátum, ami 6 hónapon keresztül adja a tápanyagot, 6 hónapon keresztül bomlik le. Nagyon meghálálja a növény, hogyha a tetejére rászórunk egy nagyon picikét, és akkor minden locsolásnál az mosódik be. Amennyiben ezt sem csináljuk meg, akkor viszont hetente mindenképpen adjunk a növénynek kondicionáló tápoldatot. Addig nem mész el innen, addig majd nekem személyesen meg nem mondod, hogy mi ez. Jó, van itt nekem egy kérdés, amit kimondottan a műsor szerkesztője kérte, hogy ezt tegyem fel neked. Tavaly látott nálatok pálmaféléket, mennyire keresik az ilyen egzotikus növényeket, illetve azokat hogyan lehet átteleltetni? Nagyon keresik, pont a mai nap is hoztunk egy pár darabot, mert rendelésünk volt rá. Nagyon nehezen lehet most még hozzájutni a pálmafélékhez. Tavaly évben már tendencia volt az, hogy olyanokat kerestek, amik télen kint tereltethető pálmák lennének, teraszokra, tópartokra, uszodapartjára, tehát ilyeneket szeretnének, amit nagy dézsában kint hagyhatnak. Ezek ugye egy kicsit borsosabbak.
illetve vannak a szobában teleltetendő pálmafélék, azokból jóval nagyobb a választék, kisebb méretekben is hozzájuk lehet jutni, és igen, keresik, tehát kell tartanunk. Ezeket mennyire élnek meg ezek nálunk? Mert ugye például nekem nagyon tetszett, volt egy alkalom, nem tudom, most saját magamba fogok belekeveredni, de talán, ha jó emlékeim nem csanak, akkor már nem látom, de volt egyszer egy körforgalomnál egy nagyon szép pálmafa, tök jól mutatott, nagyon jó feelinget adott. Ezek mennyire maradnak meg nálunk? Ezt a Püspöki útnál igen, mondod, ami volt, igen. Az benne is volt a talajban. Hát megmarad, csak ugye ott is, mire leért a természetes talajba, a természetes közegbe, akkor kezdett el onnan kipusztulni, illetve ott én úgy tudom, hogy más is volt, mert közterületen volt, és olyan anyagok kerültek a földbe, aminek nem kellett volna a kocsmázások alatt, és emiatt pusztult ki az a fa, de pont az a fajta az, ami télálló, és ha normális körülmények között kerti földbe ki van ültetve, akkor meg tud maradni nálunk is. Annyi, hogy ugye a levelei leszáradnak, és általában azt szoktuk olyankor javasolni, amikor teleltetünk, elég hülyén néz ki, mert ugye be kell egy utazsákba az egészet csomagolni, oda lombokat belepakolunk, és akkor az védi a téli keményebb fagyoktól. De általában ezek ilyen mínusz 15-20 fokig bírják. Most már ugye a játszint, a tulipán, ezek szépen kinyírtak, a narcisz is. Mi lesz a következő olyan virág, amire lehet számítani akár a kertben? Hát a tulipánfélék még most nyílnak, tehát azok még megvannak. Ugye a gyöngyvirág fog következni, ez a május eleje körülbelül, és akkor onnantól kezdve pedig az egynyári növények, amiket ugye most kezdünk értékesíteni, április 10-től kezdtük, de hát ugye folyamatos fagyok mellett ezeket nem nagyon ajánlottuk még, de így most már, hogy nem lesznek talajmenti fagyok sem éjszaka, így most már bátran merjük ajánlani, úgyhogy az egynyári palántáknak jön a szezonja, amit teljesen fagyokig fognak virágozni. Érdekesek ezek az egynyári palánták, ebből egy párat említsünk meg, hogy mik ezek. Hát a begóniafélék, a petúniafélék, vízike, de most magyarul mondom, mert ugye azt értik a kedves nézők többsége. Ugye ezeknél is nem tudom, begónia például jegecske, szépasszony tenyere, vagy begónia, vagy egynyári begónia, ez mindegy növénynek a neve, tehát tájegységenként változik, ezért használjuk inkább mi kertészek ugye a latin neveket. De hát a begóniát, vízikét, petúniát általában mindenki ismeri, de hát mondhatnám itt a pileát, aminek nincs magyar neve, ez egy újfajta növény, szkívola vagy legyező virág, ez is egy újfajta növény. Tehát mindig hoznak be valami újdonságot a magyar piacra, hogy ne legyen olyan snasz, de inkább én azt mondom, hogy úgy jönnek be a vevők a boltba, hogy megkérdezik, hogy ilyen helyre lenne, vagy például temetőbe mit ajánlunk, szárazságtűrő növény kell, amit ugye ritkábban locsolnak, és akkor mi elmondjuk, hogy éppen melyik típus az, ami bírja ezeket a körülményeket. Még egy gondolat elejéig térjünk ki, hisz ilyenkor nem csak ugye a kinti kerti növényekre kell gondolnunk, hanem amik bent vannak, szobanövények, azoknak például ez, amit ajánlottál, hogy át kell ültetni, tehát kell-e frissíteni a földet például? Mindenképpen kell frissíteni a földjüket, tehát ilyenkor van az átültetéseknek is a fő időszaka. A virágzó dísznövényeknél kell arra figyelni, hogy amíg virágzásban vannak, addig nem szabad hozzájuk nyúlni, amint a virágot elhullajtották, akkor lehet átültetni. Lehet, hogy ez nyár közepére fog időszerű lenni, de akkor is meg kell mindenképpen csinálni. Illetve még kitérnék egy picit egy különlegesebb növénykére, ugyanis pont ma volt rá példa, a bonszájfákra. Őket az év bármelyik időszakában át lehet ültetni, egyedül arra kell figyelni, hogy a közeg, amiben van, illetve maga a tartó edény, az ne legyen nagyobb. Mert hogyha nagyobbat teszik, hirtelen megnől a gyökérzóna, utána hirtelen maga a növényke is, és nem tudják majd kordában tartani magát a bonszáj. Hát köszönjük ezt a sok hasznos tanácsot, és reméljük, hogy mindenki tanult belőle. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Elstartolt az idei 10. Ovikert program, jelenleg a pályázati szakasz zajlik, most várják az óvodák jelentkezését. Az idei programot az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel karöltve
viszik végig, és bíznak abban, hogy tovább bővül a csatlakozó OVIK listája. Két pici kis ujjat közé beteszed ide a palántát, így, megfordítod fejjel lefelé, és meg kell nyomkodni a poharat. 40-50 centi mélyre kerül a földbe a paradicsom. A gyerekek azt gyakorolják, hogy ültessenek, gondozzanak zöldségeket és gyümölcsöket az óvodába. Két éve készítettük ezeket a képeket Nagyrédén, amely gyermekintézménnyel együtt a 8. szezonban összesen 30 óvodába mutatta be Stiller Tamás, az Ovikert program ötletgazdája, hogyan néznek ki a zöldségek, mielőtt az uzsonna mellé a tányéra kerülnek. Idén a 10. évéhez érkezett a program, amely április 22-én a Föld napján startolt. Az idei szezon ugye remélhetőleg máshogy lesz, mint a tavalyi, és kicsivel többen tudunk majd lenni, de bízom benne, hogy a korábbi 30 darabos létszámot azt idén is el tudjuk majd érni, illetve hát, hogy fut most a kampányunk, illetve elindult a pályázati időszak, és azért elég szépen halljuk a sajtóban is vissza, hogy fut a program, így bízom benne, hogy el fogjuk érni ezt a számot, sőt, még újak is lesznek. Már egyébként van már 3 új, úgyhogy hát bízom benne, hogy jó lesz az idei szezon is. Azóta a pályázati időszak folyik, így várják az óvodák csatlakozását. Idén egy új partner segít a programban, emellett továbbra is a látványos és finom zöldségek, gyümölcsök szerepelnek a repertoárban. Nagyjából a kínálat az marad, mint ami eddig volt, annyi különbséggel, hogy van egy új partnere az Ovikert programnak, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, akik felajánlottak 100 darab palántát a programnak, és ezt nagyon örülök, és már kezdenénk is igazából a közös megjelenéseket, de nyilván én tartom magamat ahhoz az elképzeléshez is, meg ahhoz a tervhez, amit eddig is követtünk, hogy a fagyos szentekig nem palántázunk, úgyhogy most gyakorlatilag a földekre, a kerteknek az előkészítése zajlik. Ebben nyújtok segítséget, van, amikor szintén hasonló módon ilyen online-ba, de hát azért meg tudjuk ezt így is oldani, és a kínálat az nagyjából úgy marad, ez a föld felett növők, tehát a paradicsom, paprika, és utána meglátjuk még, hogy mi az, ami bekerül a repertoárba, tehát általában nyilván fűszerek is szoktak lenni, illetve esetleg paradicsom, más olyan főt felett növő, ami a gyerekek számára értékes és látványos tud lenni. A cél leginkább az, hogy a fiatal generáció lássa, hogyan kerül a tányérra a paradicsom, paprika, de más üzenetet is hordoz a program. Ez egy program, aminek fenn kell maradnia, mert bizonyított azért az elmúlt időszakban is, akár a pandémia alatt, főleg az elmúlt évben, hogy az önfenntartásnak most már komoly jelentősége van, és ezeket a tudásokat az embereknek és a gyerekeknek is birtokolniuk kell. Az embereknek egyrészt szociális kérdés is lehet, a gyerekeknek pedig azért, mert látjuk, és egyre több olyan dokumentumfilm is előkerül most már az elmúlt egy évben, ami bizonyítja azt, hogy nagyon rossz irányba vittük a környezetünknek, vagy hát nagy szóval élve a föld sorsát, és hát a generációt, aki ezután jön, azt fel kell készíteni arra, hogy más szemmel nézzen a környezetére, ne csak egy lakóhelyre, ahol fel kell reggel. Úgyhogy emiatt is szerintem mindenféleképpen fontos. A hosszú távú cél egyértelműen az lenne, hogy a program országos mértékű legyen. Hát ehhez nem kevés pénzre van lenne szükség, meg nyilván ez idő, tehát nekem fel van építve egy ilyen 4 éves terv a fejemben, hogy ez hogy lehet hárkot összetni régióról régióra. Itt azért van logisztika, itt van egy munkahelyteremtés is benne. Maga a növény nem kérdés, mert már olyan technológiák, meg olyan kertészetek vannak, akik én is együtt dolgozok, hogy önmagában nem a növény jelenti itt a problémát, hanem esetleg az eljuttatása és a megfelelő gazdáknak a megtalálása, és ezen a programnak azért nagyon fontos része és elvárása is az, hogy az óvoda értse, hogy ez egész miért van, hogy a gyereknek miért fontos az, hogy lássa a földből kinőve a zöldséget, hogy végigkövesse az útját. Idén többek között Nagyrédén, Abasáron, Gyöngyöspatán, Halmajugrán és Ludason is fognak ültetni az óvodások. Egyes gyermekeknél könnyen, míg másoknál nehezebben mehet az iskolába vagy az óvodába való visszaszoktatás. Egy általunk kérdezett pszichológus szerint a legfontosabb ebben az időszakban a fokozatosság és a türelmesség. A szülők felelőssége rendkívül fontos, ezért az érzelmi és a lelki támogatás mellett sokat jelenthet a mindennapi közös játék, illetve beszélgetés.
Míg valaki örömmel és jókedvel, addig más gyermek nehezen búcsúzik el szülőjétől, az óvodában, az újranyitás követő napokban. Nem minden gyermek számára egyszerű a visszaszokás, és egyeseket meg is viselhet a többszöri környezetváltozás. Esetenként szorongás és egyfajta félelem is kialakulhat a gyermekekben, a szociális közegben. Egy általunk kérdezett pszichológus szerint a legjobb döntés a fokozott visszaszoktatás lenne az érintett gyermekek számára. Legyen eszünkbe, hogy nem oda térünk vissza, honnan hazamentek a gyerekek. Tehát gyakorlatilag sok esetben egy újra szoktatás következik be, főleg az óvodás gyerekeknél, hiszen egy több hétig, akár hónapig tartó otthonlét után elszoknak a közösségtől és az intézményes formától, úgyhogy előfordulhat az is, hogy fokozatosan kell felépíteni a visszatérést. Ezt hogyan lehet elképzelni így lépésről lépésre? Hát óvodás gyermeknél természetesen minden esetben a családhoz kell igazítani ezt a visszaszoktatást, hiszen hogyha a szülők otthon vannak, akkor megtehetik azt, hogy esetleg nem minden nap viszik a gyermeket óvodába, vagy egy-két hétig csak délig, ebéd után van ott a gyermek, és fokozatosan szoktatjuk vissza az ott alváshoz, de természetesen ez nem várható el minden családtól, hiszen ahol a szülők dolgoznak, ott mindenképpen fontos. Itt inkább a lelki támogatás, az érzelmi hozzáállástól függ, hogy a gyermek milyen könnyen tér vissza az óvodába. Gyermek és gyermek közt is van különbség, ezért mindenkinek másként megy a visszaszokás. Nem egyformán viselik a gyerekek ezt az időszakot. Van, aki egyébként is egy pörgősebb, szociálisan nagyon fontos számára a közösség, ő alig várja, hogy visszatérhessen, viszont egy zárkózottabb, nehezebben meggyíló gyermeknek az otthonlét sokkal kényelmesebb, hiszen az a sok konfliktus, sok kihívás, amit a közösség ad, az most háttérbe szorul. Az utóbbiaknál egy kicsit kiemelve ez az újra visszaszoktatás, hogyha nehezen megy, akkor mit okozhat bennük ilyen pici korban? Egyrészt nehezen értik, hogy mi is zajlik, hiszen tudják ők, hogy része ennek a közösség, részei a közösségnek, és valamikor ez jobban is ment számukra, megijedhetnek ettől, hogy most mi zajlik bennük. Sok múlik azon, hogy a szülők, a pedagógusok, óvodapedagógusok hogy reagálnak erre, hiszen a legmegnyugtatóbb számukra az, hogyha egy olyan érzelmi támaszt kapnak a környezetükből, amihez ők is könnyebben tudnak reagálni. A szülők felelőssége rendkívül fontos, ezért a kezdeti időszakban az érzelmi összhang elengedhetetlen. Ami a ilyen szempontból számomra a legfontosabb kiemelni, ahogy eddig is a gyermekpszichológusok sokáig kihangsúlyozták, hogy az érzelmek kihangsúlyozása gyakorlatilag úgy empatikusan ráhangolódni a gyermekükre, hogy vegyük figyelembe, hogy igenis ez számára is egy megterhelő helyzet. De egyébként a legfontosabb, amit a gyermekeink érdekébe tehetünk, az, hogy mi magunkhoz is empatikusak vagyunk, és ne legyen bűntudatunk, hogyha nem tudunk a nap 24 órájában olyan kiegyensúlyozottan ráhangolódni a gyermekünkre, hiszen ez a krízis, amit krízisnek nevezhetünk, ez egy kollektív krízis, tehát ugyanúgy érinti a szülőket, mint a gyermekeket, sőt a pedagógusokat, a társadalom minden tagját. Tehát természetes, hogy nem úgy tudunk reagálni bizonyos helyzetekben, és a gyermek szorongását, félelmeit úgy tudjuk legjobban oldani, hogyha mi is folyamatosan monitorozzuk a saját érzéseinket, és arra nyújtunk megoldást elsősorban, hogy mi tudjunk kiegyensúlyozottabbak lenni a mindennapokban. Vannak gyermekek, akiknél nem alakul ki a kötődés az adott intézmény irányába, de a váltást csak a legvégső esetben kell választani, mondja a szakember. Óvodaváltás az mindenképpen már egy végső megoldás kell, hogy legyen, hiszen van egy tűrési idő, tehát hogyha több hónapon keresztül ez a beszoktatás nem megy a maga a ritmusában, akkor persze akkor lehet többről is szó, akkor lehet, hogy nem tud egymásra hangolódni az óvoda pedagógus a gyermekkel, vagy az a közösség valahogy számára nem megfelelő, de mindenképpen én azt hangsúlyoznám ki, hogy ez már tényleg a legleg vége legyen, amikor már a szülő is azt mondja, hogy én ebben a közösségben, ebben a közegben nem találom a megoldást, és nem is kapok mondjuk esetleg segítséget.
A beszoktatás, ugye most arról a beszoktatásról beszélünk, ami már megtörtént esetleg ősszel. Vannak igen olyan személyiség tényezők, amiből látjuk, hogy a mi gyermekünknek ez nehézséget okozott ősszel is, és most akkor már úgymond kapunk egy második esélyt, hogy ezt korrigáljuk, vagy másképp építsük fel. Egészen más figyelhető meg az általános iskoláknál. Legjobban az első osztályosokat viselheti meg a helyzet. Előfordulhat, hogy kezdetben nem úgy teljesít a gyermek, mint korábban. Ez azonban teljesen normális, mondja a szakember, aki szerint időt kell adni a gyermekeknek, hogy visszarázódjanak. Beszélhetünk egy első osztályosról, aki éppen csak, hogy becsöppent az iskola világában, és eltelt egy fél év, vagy kicsivel több is, szembesülnie kellett, hogy online kapják a tananyagokat, úgy kell megtanulni, írni, olvasni. Elveszítette a kapcsolatot a szeretett tanítónénivel, mert azért jó esetben egy fél év alatt kialakul egy olyan kapcsolat a tanítónénik és a gyerekek között, amiben ő biztonságosan tud már mozogni az iskolában. Ezzel ellentétben ugye egy harmadikos, negyedikes gyermeknél már másról van szó. Ő azért tudja, hogy milyen az iskolai közösség, a lét, ott inkább a barátok napi szintű elvesztése, személyes jelenléte az, ami jobban kihangsúlyozódik. De mindnyájuknál az alsó osztályban ugye itt a teljesítmény, a jelenléti oktatásból fakadó hiány az nagyon nagy zavarokat okozhatott. Nem szabad elvárni, hogy ugyanonnan folytassuk, ahol abba hagytuk a karantén időszak előtt, hiszen rengeteg minden történt ebben az időszakban. Lehet, hogy kézzelfoghatóan is, fizikálisan is, akár egy betegség, akár családtag elvesztése, vagy maga a tudat, hogy itt van velünk ez a vírus, érzelmi szinten is. Nagyon sokféleképpen élték meg az emberek ezt az időszakot, és ezt nem lehet kitörölni így egyik napról a másikra. A pedagógusoknak, szülőknek is tudomásul kell venni, hogy nagyon sok minden rakódott a gyermek lelki világára ebben az időszakban, és ezzel is kezdeni kell valamit. A szülők helyzete nem könnyű, mondja a pszichológus, aki szerint jelen körülmények között még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közös játékra és beszélgetésekre a gyermekekkel. Az érzelmi kommunikációt olyan szinten a mindennapok részévé kellene tenni, hogy sokkal nagyobb önismeretre tegyen szert mind a gyermek, mind a felnőtt. Ez sajnos hiányzik a világunkból, a társadalmunkból, természetesen nem egy formán, mert van, ahol erre nagyobb hangsúly jut. Igen, tehát ezt közösen úgy tudjuk jobban áthidalni ezt a nehéz időszakot, hogyha az érzelmi intelligenciánkat fejlesztjük napi szinten. Tehát sokkal nagyobb hangsúlyt annak, hogy ráhangolódjunk, legyünk együtt a másikkal, akár felnőtt közösségről, akár a gyermekeinkkel szemben vagyunk, vagy akár a munkahelyünkön. Tehát, hogy sokkal jobban össze kell zárnunk, és ott, ahol éppen mozgunk, fogadjuk el, hogy mindenki küzd a saját kis krízisével, mindenki másképp küzd meg ezzel, adjunk teret annak, hogy ki tudja fejezni, ki tudja bontakoztatni az érzéseit, és legyünk csak ott és támaszai a másiknak. Nem kell nekünk megoldani, ne is várjunk el ilyen hatalmas dolgot magunktól, de legyünk ott és hallgassuk meg empatikusan a másikat. Szakemberhez fordulni nem szégyen, azonban elsőként saját magunknak kell megoldani az adott problémát, mondja a pszichológus. Országos szinten lehet látni, hogy sokkal nyitottabbá váltak az emberek. Sajnos ugye ennek a vírusnak köszönhetően az ilyenfajta pszichés szakemberek irányában, akik igen, arra tették fel az életüket, hogy tényleg megpróbálnak ebben a nehéz helyzetben pártatlan segítséget nyújtani az embereknek. Mindenképpen érdemes azért először keresni olyan ingyenesen is elérhető internetes forrásokat, ahol az ember esetleg anélkül, hogy elmenne, és energiát kellene még abba is fektetni, hogy elutazik bárhová, vagy időpontot foglal egy szakemberhez, otthonában is esetleg el tudja képzelni, hogy mégis ebben a helyzetben mit kellene tenni. Nagyon jó anyagokat lehet most már találni, akár így a szorongás oldásra, akár feszültség csökkentésre, légzés technikák, mindfulness alapú technikák elsajátítására, amire képes egy igen elszánt
felnőtt ember mindenképpen meg tudja valósítani. Viszont, hogyha tényleg azt érzi az ember, hogy önerőből már erre nem képes, és nem talál a környezetében sem olyan személyeket, akihez fordulhatna, akkor természetesen a szakemberekhez fordulása lehető legjobb, amit tehet. Dr. Szabóni Maszler Judit szerint türelem és megértés kell a szülőktől a visszaszoktatás első időszakában. Szóval türelem és megértés, és most én is egy kis türelmet és megértést kérek mindenkitől. Következik az aktuális, de hamarosan jövünk vissza a nápolyi utolsó részével.